Szóval a hashtag megvitatjuk 13. adás, azért elkanászosodtunk. Valljuk be őszintén. Én vagyok a malac. Várjál. A barátainkat ma hoztam. Hogy egyet értsenek, halljátok ti is? Jó. Ott ülnek a kis kakasok. Szóval ma 5 témát, vagy 4 témát próbálunk itt elmondani, de már az időnk nagy részét elszórakoztuk. Völgyvárosi vakáció, wow! Milyen jó név, kitalálta ki? Nyár eltöltése, ez van ide nekem felhívva első témaként. Völgyvárosi vakáció, mi jut eszetekbe a vakáció szó hallatán? Teszem fel a kérdést. Nem kell menni iskolába. Valami hasonló. Hasonló? Mm-hmm. Számoltátok mindig, húztátok a stigulát, hogy a áció, káció. Szeptembertől ilyen. Szeptembertől. Most hol járunk jelenleg? Tudjátok, vagy nem tudjátok? Még el se kezdődött. És kezdődött, tehát jövő héten, hétfőn. Ja, a vakációból, ha járunk, azt hittem, hogy a... Ja, hát persze, a betűszámolásból, majd leszámoljuk. Minusz 3. Minusz 3? Igen. Nem tudom, valahogy úgy. A káció, káció. Szóval kitaláltunk egy ilyen eseménysorozatot a nyára, hiszen annyit ültek most bent az emberek, hogy mi meg szeretnénk őket mozgatni mindenféle programokkal. Ki részletezi? Szerintem Nóri. Nóri, aki mindent tud. Oké. Szóval alapvetően ugye azzal kezdődött a dolog, hogy talán kiraktunk mikor, valamikor a hét elején a Facebook oldalunkra egy ilyen kis plakátszerűséget, ahol megpróbáltuk összefoglalni azt, hogy mikkel is készülünk a nyárra, így völgyvárosi csapatként, hogy milyen program lehetőségeket gondolunk. Ez persze nem gondolom azt, hogy egyelőre egy teljes lista lenne, de alapvetően ugye a lényegi és már fix részei talán valamilyen szinten rajta vannak. Az első az a kalandjátékok a városban, ugye amiről majd mindjárt részletesebben is beszél Bence, aki ennek a megálmodója. Aztán ez ugye tartani fog június 15-től egészen augusztus 15-ig, majd ja, és erről a részleteket egyébként tegnap meg is osztottuk, és ez az oldal el is készült, már lehet regisztrálni is, úgyhogy mindenkit biztatok arra, hogy menjen is regisztrálja a csapatával a kalandjátékokra. Igen, aztán a nyár végén pedig az utolsó két hétben tulajdonképpen két tábort gondolunk megvalósítani. Az egyik a programozó tábor, amit most már 5. alkalommal fogunk csinálni, talán? Igen. Talán igen. Igen. Ez egy a Dinnye névre hallgat egyébként, ugye a digitális nyári előadásoknak a rövidítése, ezért a Dinnye, mielőtt valaki azt hinné, hogy Dinnyét programozunk, vagy Dinnyét eszünk a táborba. De hogy rántott Dinnyét csinálunk. Ott volt répa, nem? Mert mi volt még a répán kívül? Banán is volt. Visító répa. Igen. Hát igen, mert a répát nagy késsel, hogy neki mész a répának, és szét akar vágni, akkor persze, hogy visít, nem? Igen, és szóval lesz a Dinnye táborunk, illetve az utolsó héten pedig azt tervezzük, egy most elsőként csinálunk egy médiatábort. Hajjaj. Ami Meta névre hallgat, ugye a médiatábor első két karakteréből végtelenül elmés névre hallgató. Kik ezek a kreatív emberek itt körülöttem? Melyikkel kezdjük? De szerintem tök jó lesz. És ami még fix és tervezünk, ez a csillagnéző nyárest, amit még nem tudjuk, hogy pontosan mikor lenne érdemes megcsinálni. De fix és tervezünk, így van. Maximum majd egy projektorral felvetítjük a Józsi alá. Nem. Hát ez a projekt? Or. Vagy más. Szóval ez majd a augusztusi csillaghullás ideje lenne, nagyon izgalmas. Én ezt nagyon úgy képzelem már, hogy kimegyünk a Medvesre, mindenki hoz egy... Fokrócolt, és akkor kifekszünk a Medves. Szerintem beszéljünk a kalandokról. Jó, beszéljünk. Mert nem azért, mert hozzám áll legközelebb, csak az a legelső dolog, ami elindul szerdán indul el, vagy melyik? Ne kapcsold el, nehogy átkapcsold a kamerát. Ami nem tudom, mikor ne, van. Ne kapcsold el. Szóval, hogy 15-én indul az első kaland. Ugyanis 4 darab fő pálya lesz a völgyvárosi kalandokon belül, ami, tehát megvan a húsvét tojó rendezvény szerintem a követőink nagy részének, ahol Gábor virtuóz írásaival, az én elváltoztatott hangommal és Nóri csodás programkódjaival létrejött egy ilyen telefonnal játszható pálya. Ott QR kódokat kellett befotózni, most egy kicsit más lesz. Miért lett másabb ez a fajta kalandpálya, ahol ugyanúgy telefonnal kell végigmenni a városba? Mi lesz az a technikai változtatás benne? Hát ugye a Völgyvárosi Húsvétolyánál az volt a lényeg, hogy ugye a QR kódokat az mi egy ilyen Gábor által laminált papír darabokat kihelyeztünk a város különböző
helyszíneire. Viszont ezt most nem szeretnénk megcsinálni, pont azért, mert bár ugye múltkor is két napig voltak kint ezek a QR kódok, ugye ilyen kis blutekkel voltak kiragasztva a különböző helyszínekre, de most azt szeretnénk, hogy ez 15 napig legyen kint egy-egy játék, és nem szeretnénk úgymond ilyen lényegi változást csinálni a terepben, nem szeretnénk kirakni semmit, hanem minden egyes adott lesz a város. Adott lesz a város, így van. Minden egyes helyszínen egy-egy hát karaktert, vagy számot, vagy éppen valamit majd ki kell, vagy meg kell találni. És vagy éppen meg kell számolni, vagy valami feladat árán kapja meg az ember az adott helyszínen a kódot, és a különböző pontokon pedig ezeket összegyűjtve lesz meg, úgymond az egy-egy részkalandnak a, hát milyen? Eredménye. Lesznek kérdések, kvízek, lesznek olyan helyekre is el szeretnénk vinni a játékosokat, ahova nem minden nap megy az ember. Igen. Múltkor Nórival megvitatjuk előtt, tettünk egy sétát itt a közeli hegyeken, dombokon, völgyeken, és Nórinak is tudtam olyat mutatni, amit én is egyébként nemrég fedeztem fel, tehát ilyen új helyek. Amit úgy kikerül az ember a napi rutinból, hogy most elmi a postára, nem ott fog elmenni, ha csak nem ott lakik. Uh-huh. Szóval ez a dolog, ez egy olyan esmény, ez mint egy ilyen kirándulásszerűség, amit mindenki saját maga tud teljesíteni. Pontosan. És nem akárhova kell menni, sőt nem is mondjuk meg pontosan, hogy hova kell menni. Hát menet közben. Leginkább csak utalásokat teszünk rá, hogy hova kell menni. És minden egyes helyen össze kell gyűjteni valamit, de a város lesz maga a kód. Tehát az, hogy mit kell összegyűjteni az adott helyen, azt a hely fogja. Lesz négy darab ilyen pálya, első körben június 15 és június 30-a között, és így 15 napig lehet lejátszani, és 15 naponta jön a következő ilyen pálya, és mindig máshol. Kicsit most lesz változás is a helyszínekben, kicsit ugrálgatunk a városban, szerintem izgi lesz. És akkor ezt kinek javasoljátok ezt a dolgot? Bárkinek. Én azt mondom, hogy 0-tól 99 éves korig, de még a 100 évekesek is nagyon nyugodtan jönnek. És egyedül vagy csapatosan kéne csinálni? Csapatosan, minimum két fő. Minimum két fő csapat, és akkor a csapat megy, és akkor végig csapatja a pályát. Pontosan. Aztán két hét múlva a következő. Igen. Igen, és bármikor meg lehet csinálni, akár éjszaka, akár nappal, akár nyilván feltetik a kérdés, hogy de mit kapnak ezért, hogy mi lesz ennek az eredménye. Szerintem elsősorban gondolkozzunk úgy, hogy az élmény. De most tényleg, most az, hogy elmész a haveroddal, barátoddal, barátnőddel, családdal is, és jól érzed magad, szerintem az már egy nyertes dolog. Aztán pedig majd mi is, ahogy haladunk előre ezzel a négy pályával, majd kialakul az, hogy hogyan fogjuk értékelni mondjuk a legjobb versenyzőket, vagy esetleg, hogyha találunk egy-két jó ajándékötletet, akkor azt is kitaláljuk mögé. Kérjük a nevüket a Facebookra. Így van. De szerintem az is egy dicsőség, hogyha valaki így ilyet megcsinál. Igen, meg lesznek elvileg minikalandjaink. Minikalandok. Amiket majd így random módon az fog érkezni. Olyan random érkezik, mint ez a jég a nyakunkba. Nem hallottátok. Nem hallottátok. Igen. Érted? Ha már nyár, akkor egy kis jégkocka. Szóval ilyen random módon jönnek a kalandok is. Annak az lesz a lényege, hogy nem mondjuk meg, hogy mikor. Azt mondjuk, hogy 24 óra van arra, hogy. És ez beleszámít ilyen pluszpontként. És ezt mondjuk, tehát ez majd bárki csinálhatja, ez majd az applikáció után fog... És akkor hogyan kezd a dolgot elkezdeni csinálni? Tehát, hogyha valaki akar egy ilyen helyre menni, akkor egy állat! Egy kakas megtámadta Gábort, és ezt nem látta a kamera. Itt volt, visszarakom a helyére. Szóval, vagy akkor, hogyha valaki ilyet akar csinálni, akkor mit csinál? Akkor oda elmegy megy a Facebook oldalunkra. Megkeresi a tegnapi bejegyzésünket talán. De ezt nem mondjuk, hogy tegnapit, mert akkor minden nap máskor kell keresni. Milyen volt tegnap? Péntek-e? 11-e, így van. És a 11-i bejegyzésünknél van egy link, amit megnyit. Ott van a leírás ennek a Völgyvárosi Kalandok című játéknak, és ott regisztrálni. És mindenki regisztráljon. És már vannak is regisztrálóink. Tényleg? Igen. És akik regisztráltak utána, ők mit csinálnak? Kapnak egy e-mailt, vagy valami más információt? Semmit nem kapnak, csak benne vannak a rendszerbe. De ez a regisztráció, ez folyamatos. Innentől kezdve augusztus közepéig, az utolsó előtti játék napig lehet regisztrálni. Csak ugye azt számolja mindenki, hogyha mondjuk kihagyja az első időszakot, akkor nyilván egy hátránnyal indul az összesítésben. Tehát, hogy valaki végigcsinálja mind a négy pályát, vagy nem csinálja, ez az ő döntése. Bármikor be lehet szállni, bármikor ki lehet szállni, csak ha mondjuk lesz egy összesített tábla augusztus felében, akkor azon nem úgy lesz rajta. De ezt vállalják a csapatok. Én nagyon várom.
Én is. Meglátjuk, milyen lesz. Meglátjuk, milyen lesz. Kíváncsi vagyok. Kíváncsi vagyok rá. Mennyien regisztráltak már tegnap óta? Hát egyelőre még csak 2 csapat. 2 csapat? Az nagyon szép szám szerintem. Szép szám. Igen, hát most egy poszt alapján. Igen, szám, meg minden. Végül is igen. Igen, igen, egy szép páros szám. Jó, én biztos vagyok benne, hogy ahogy majd közeledik ez a 15-e, meg mi is még egy kicsit jobban megpromózunk. Persze, meg most a műsor után rak csak be a linket oda. Ja, a... Okay. Ilyen paklövés. Tehát berakjuk oda kommentbe azt a linket, ahol tudtok regisztrálni a Völgyvárosi Kalandokra, ami egy telefonos játék lesz Salgó-Tarján területén belül. Június 15-én indul, és különböző pályákon kell majd részt vennetek. 15 naponta változnak a pályák. Regisztráljatok, hogyha ilyenen szeretnétek részt venni. Mi most teszem fel a kérdést nektek a komment szekcióban, hogy egyébként te mivel töltöd a nyarad? Mert kíváncsiak vagyunk erre is, hogy tudjunk igazodni akár az igényekhez, ahhoz, hogy ki mikor van itthon, és ki mit csinál, vagy ha sokan nem mentek sehova, akkor minél több programot csinálunk. Elmegyünk és csak beszélgetünk. Olyat is lehetne, hogy nem. Tehát mondjuk ezek a programok, hát nyilván ezekre mi készülünk, meg csináljuk. De miért nem csinálunk egyszerűen, hogy találkozunk a téren, hozz egy kedvenc süteményedet, süss meg, mi viszünk limonádét, leülünk is beszélgetünk. Ilyet, ugyan jól, hogy nem ennyi sütét kapnánk. Igen, ez egy nagyon-nagyon remek ötlet, és a közösség remek szervező erejét mindenképpen szeretném kiemelni. Hát egyszer már csináltunk ilyen random dolgot, amikor egyszer bejelentettük, hogy ott vagyunk a téren, és van nálunk 10 völgyvárosos szatyor, és gyertek érte, és jöttek. De jó. És írták, hogy mindjárt végzek, várjatok már meg! Igaz, szétfagytunk, mert a karancs a webkamera szerelés után voltunk. De jöttek, szóval csináljunk már ilyet is, hogy ne szervezzük túl, legyen meghirdetve, és csak beszélgessünk. Hát jó. Csak ugyan nem beszélgetés semmiről. Hát mi? Jó, és a téren? Vagy egy Salgói Vár túra beszélgetéssel. Tehát amit nem Salgói kell... Salgói Vár, az szerintem azért nem jó. Kiesik. Igen, ahhoz már nem olyan. Tehát akkor... a tér az ilyen szempontból jobb, nem? Na. Tehát, mit tudom, egy nyár este leülünk. Jövő oda, héten? Az olyan, mint Rómában, hogy ott a téren ott lecsütjönnek, és akkor... Fórum, igen. És akkor tapstér. Lesz rum is. Igen, lesz rum is. Most egyébként ott van egy nagy kivetítő. Rum, mert hogy for rum. Van egy nagy kivetítő a téren, és lehet foci meccset nézni, és tegnap direkt arra mentem, pedig másik úton jöttem haza, de mondom, megnézem már, mennyien már kis voltak. Tehát ott nézték. Hát lehet, hogy ezt már nem is egy kivetítőre tudnánk tenni nagyon szuper képeket a környékről, mert itt nagyon-nagyon gyönyörű képek születtek még a tavalyi fotós maratonon, meg még a tavaly előttünk is, meg hát mentek is van gyönyörű képeitek. És lehet csinálni egy ilyen nyáresti bulit, ahol az ember kicsit sem azért hoz magával zsíros kenyeret. Hát igen, meg kell keresni a kivetítő üzemeltetőjét. Igen. Aztán... Szerzünk egy kivetítőt, már csak a kölcsönkedjük a fehéret, hogy ugyan a mi fényünk rámelsen, nem már. Hát, hogy kihúzzuk a HDMI kábelt. Jogos! Rakunk egy splitter bele. Jó, van egy splitterünk, nem csinálunk ilyet. Hú, sok technológia. A táborokról mit kell tudni? Tehát én tavaly nagyon kimaradtam a programozó táborból, egy napot voltam, vagy 2 nap, egyéb okok miatt. Ja, azt voltam végig. Na, és jó, milyen volt? Jó volt? Sokat tanultam. Oktatók, jó volt? Sokat tanultál, Gábor? Igen. Szerintem tök jó volt. Hogy képzeljük el az 5 napot összefoglalva? Gyorsan. Állat. Ez nagyon gyors volt. Állat? Még kapsz 3 betűt. Cat. Dog. Pig. Pig. Na, szóval, nagyon itt van a nyár, szóval, gyerekek, nagyon itt van. Komolyabbra fordítva a dolgot. Szerintem is. Lehet, hogy nem mindenki ismer ezt a programozó táboros dolgainkat, hanem azt csináltuk sok-sok évvel ezelőtt, hogy kapott itt egyik barátunk, az Erzsi, egy ilyen doksit arról, hogy a LT-n az ott tanuló tanárpalántát kitalálták, hogy hogyan kéne csinálni programozó tábort nyárra, uh-huh. És hát megkeresett minket ezzel, hogy hát ő nem ért a programozáshoz, de van egy ilyen papírja, és hogy esetleg volna kedvünk arra, és kipróbálnánk, hogy ez tényleg működhet a gyerekeken. És hát akkor próbáltuk meg ezt így először, akkor tehát egy ilyen 6-8-10 éves korosztály volt, és hát ugyan maga a leírás, meg maga az ott kitalált kurikulum nem teljesen működött, viszont azt nagyon-nagyon láttuk, hogy a gyerekek nagyon-nagyon élvezik ezt a dolgot, és egy picit
feltuningoltuk azt, amit ott olvastunk, egy kicsit a magunk kedvére formáltuk, és kialakult belőle egy olyan kis programozó tábor, amire azt mondták az a gyerekek, hogy ez nagyon-nagyon jó volt. Ez azért érdekes, mert az ember még 6-8 éves korában eléggé kritikus a világgal szemben, és megmondja, hogy nem teszik neki valami, de hát ezek a gyerekek, akiknek nagy része volt, aki Budapestre jött ide, ők azt mondták, hogy Úristen, ez volt egy legjobb tábor az egész nyáron, pedig már voltam 20 táborba. És ez nekünk nagyon-nagyon jó érzéssel töltött el minket, úgyhogy kitaláltuk, hogy akkor legközelebb is lesz ilyen a következő nyáron, akkor egy kicsikét más volt a témakör, aztán pedig utána nyaranként egyre inkább kicsit más témakörre vissza-vissza köszön ez a tábor, aztán csak tavaly előtt nem volt, mert akkor a karancsfiesztát csináltuk, ugye? Igen. De tavaly is volt egy ilyen táborunk. Ez elég programozó tábor volt mindenkinek. Igen. Na most tehát, hogy mit programoz az ember programozó tábor? Bár igazándiból ez nem azt jelenti, hogy bárkiből egy hét alatt hirtelen szoftverfejlesztő mérnök lesz, és rögtön mehet a NASA-hoz dolgozni. Viszont ez azt jelenti, hogy egy kicsikét az ember látja azt, hogy milyen dolog ez a programozás, látja azt, hogy ez tulajdonképpen nem egy nehéz dolog, ez nem egy tudomány, ez nem kell szuper matek, ez egy tök jó szórakozás, amiben az a legjobb, hogy a gépet rá lehet venni arra, hogy megcsinálja azt, amit mi kigondoltunk. És hogyha valakinek ez tetszik, akkor rácuppan erre a dologra, és otthon is fog ezzel foglalkozni, ha pedig foglalkozik vele, akkor jó lesz belőle, ha jó lesz belőle, akkor ügyes lesz, és lesz tapasztalata, ha tapasztalata lesz, akkor utána pedig ez lesz esetleg a munkája, ha lesz a munkája, akkor még jobb lesz belőle, ez lesz a munká is még lesz belőle, akkor esetleg utána ez lesz a karrierje, azután pedig irány a NASA! Én tavaly ugye egy másfél napot voltam kint, mert péntek délután voltam ott, meg csütörtök egy fél napot, és én azt láttam, hogy az összes gyerek csillogó szemmel csinálta azt, amit csinál, akár a visítórépa, akár a papírváros, akármi, tehát nem volt olyan, aki unatkozott volna. Olyan volt, aki nyomkodta a telefonját, mert azon programozott. Tehát itt megesik nyilván ilyen, de nem volt olyan, aki elvonult a sarokba és unatkozott volna. Én azt láttam, hogy ceruzából, madzakból, ragasztó szalagból, egyébként nem automata színpadfüggönyt automatizálni próbálták a gyerekek, különböző celluxokkal, vagy valamivel, de most nem. Kis motorral, madzaggal, és így néztem, hogy hát, vajon a ottani karbantartó, vagy aki felel azért a helyére, az beszokott jönni táboridőben lesz megnézni? És bejött, és... Ja, nem kellett volna. Akkor zene. Szóval nekem, és tehát, hogy de is látta, és ő is támogatta azt, hogy kicsit ott mókoljanak, hókusz-pókuszoljanak a gyerekek, és nem az volt, hogy na a késsel hadonáztak, hanem visító répát csináltak a késből, meg mindent. Tehát én nekem így külső szemlélővel ez jött le, és jó dolog jött le. Hát igazából lehet, hogy azért annyi kéne itt a hallgatók kedvéért, hogy nem nagyon tudják elképzelni, mi az átmenet a programozó tábor és a visító répa között. Igen, tehát az hogy néz ki röviden? Nagyon röviden? Van egy répa? Nagyon röviden. Úgy néz ki a dolog, hogy tulajdonképpen a programozás, amit az emberek annak gondolnak, az nem csak a számítógépeket érinti, hanem manapság minden vacakban van egy kis számítógép, akár még az egérben is, meg a telefonunkban is, meg még a tévének a távráncikájában is, és tulajdonképpen ezeket is mint programok működtetik. Tehát a programozás sokkal-sokkal nagyobb volumenű dolog, mint az, hogy az ember leül valahova, és akkor nyomogatja a gombokat a számítógépen, és akkor majd valamit kír a számítógép, aztán jó van. Programozással nagyon-nagyon vicces dolgokat lehet csinálni, és hát itt csináltunk néhány vicces dolgot a táborba. Az egyik ilyen volt ez a visító répa. Majd megcsináltuk azt, hogy amikor a kés hozzáér a répához, akkor ezt észrevegye a számítógép, és játszon le egy hangot. Így amikor a gyerekek a késsel megpróbálták a répát fölvágni, akkor a répa ennek hevesen ellenállt. Zenélő banán, sivító répa és alkalmazással való kincskeresés is részei. Csak azért mutatom meg. Zenélő banán, sivító répa és alkalmazással való kincskeresés sikító, is részei a negyedik dinnyetábornak. Te így ezt a linket ide a dologhoz. Majd... A sivítást is ők vették fel, nem? Igen. Tehát ebben az a legérdekesebb, hogy ennek minden részét ők csinálják, tehát nem arról van szó, hogy akkor tessék, kezükbe adunk két dolgot, aztán rakd össze és örülj neki, hanem a teljes dolognak a részleteit és a minden lépését ők csinálják meg. És hát ez persze hatalmas nagy sikerélményt nyújt nekik. Hiszen gondoljátok el, hogy legtöbb esetben egy gyereknek a sikerélménye az a dolgozatból kapott ötös, vagy ilyesmi. Itt viszont
tényleg saját döntései alapján saját maga rak össze valamit, és úgy fog működni, hogy az ő elképzelte, és ez visszaadja azt a kreativitást, amit tulajdonképpen előre fogja vinni a világot, és hát aminek oly kevés ideje van, vagy amire oly kevés ideje van mostanság az oktatási rendszerben. És ez a nagyon érdekes, még ehhez egy fél gondolat erejéig hozzátérve, hogy akik tavaly voltak táboron nálunk, ők megkerestek minket, hogy mikor lesz majd én a következő. És mikor? Még egyszer? Akkor tudatosítjuk. 2021, augusztus. 16-tól 20-ig. 20-ig. 16-tól 20-ig. 16-tól 16-tól 20-ig. Dinnye, azaz. Digitális nyári előadások. Nem baj, kicsit nem megy. Az ezzel kapcsolatos kérdések. Várjuk ott a Facebookon, várjuk a jelentkezőket erre a táborra. Hamarosan jön erre is egy felhívás. Így van. Ma, holnap. Szerintem az ma még. Ma még jön egy felhívás a táborral kapcsolatban. Esemény is lesz hozzá. Esemény, és a vakáció kalandpályáival kapcsolatban tegnap jött egy poszt, ahol tudtok regisztrálni. Ez nagyon fontos.